igazi vidám percek következnek most, hamarosan a magyar vészhelyzet. Én a tévéből tudom, hogy ezt a sorozatot sokan kedvelik, megmondom őszintén, hogy én is nézni szoktam, pedig nem vagyok meg sorozatkedvelő. De most egy egészen különleges magyar vészhelyzetet látunk majd. Molnár Sándor és Csapó Roland 12 A-osztályos tanulóktól, aztán diszkótánc, ő pedig a 12 C-osztályos tanuló. A Mindenki zenekar, ez egy különleges zenekar, amely diákokból és tanárokból verbogálódott, ők meglepetést tartogatnak ma estére. Aztán kisé komolyra fordítva a szót, Légy jó, mint halálig, ebből a rock operából láthatók léteteket a 11 B-osztályos tanulók előadásában, és végül Pál Apostol levelét, Burkus Bernadett mondja majd el, aki 11 B-osztályos tanuló. Mindezelőtt szeretném azonban a támogatókat felsorolni, akik nélkül a mai este nem jöhetett volna létre, tehát a szponzorok. A Hegyő Csabai Cement és Mészipari RT. Az OTP és Kereskedelmi Bank RT Borsodaba üzleti megyei igazgatósága. A Lilla Füredi Hotel Palota, a Belko Medical Kft. Miskolc. Szóljál ide, légy szíves, hogy kaptok friss maskot. Fiúk már be vannak mosakodva, sérült. Nem tudom, valami minisztert operálnak. Túl nagyot emelt és kitüremkedett. Jó, jó, akik megpróbáljuk visszanyomni. Jelentkeztesül a kapszhasonlat. Tudod, hogy nem leszek állázda. Mit adunk érte? Van 6 depressziósunk, elfekvő készlet, mosották le őket az Erzsébeti tetejét. De van, Dezső, leteszem, mert várnak rá. Mit parancsolod? Jó napot kívánok! Van itt nekem egy ilyen deutalom. Mivel tetszettél? Idegalapon van ilyen becsípődés. Nem ez érdekel, mivel tetszett? Érkezd! Hát sárga villamosra. Kérem, mi csak Merkővel szállított betegeket fogadunk el, máskor az utcán tessék összeesni és Merkővel jönni. Pirant téga jelző. Haló? Szia Jelci! De jó ég, ez nem lehet igaz. Már adom is te a drótot. Haló, haló? Minden osztálynak és ügyeletes orvosnak vészhelyzet. Figyelem, figyelem, vészhelyzet. Elfogyott a kockasat. Adjanak minden betegnek próbarenget. Hát a gipszkás a laktat elvesztek. Mi a kedves kincs a problémára? Beszeretnék feküdni, mert idegalapon van ilyen becsípődés. Mutassa a betegkártyáját. Igen ez. Rendben, mutassa a betegkártyáját, az kiadott hatósági igazolványát. Igen, ez is rendben. Nem, nem, mégsem. Az egyiken Rammer Móri Lucia az anya neve, a másikon pedig Hamlás, mint Lipó. Elírták, kérem. A tessék a hivatalba visszavenni és kialítani. Hát de én ott egy napig álltam sorba, és be vagyok csípőzni, és iszonyatosan fáj. Pirat téga jelenti. Való? Doktor, húz! Elfogyott a cukor az infúziós oldalon. Pont most, amikor halott. 130 forintra emelik a kristálycukor kérdőjét. Hagyjanak a betegeknek kockacot. Az oroszok is így csinálják. Sima víz csöpög az infúzióból, és a beteg szopogat hozzá egy kockacot. Anton Pavlovics Csehov doktor találmány. Bófehes? Akkor adjanak sósordot. Nincs só. Jó, mindjárt intézkedem. Doktor Humusz, halló, kérném a gondnokságot. Gézuka, maradt-e még a sóunkból? Milyen só, amivel jeges úttestet szórjátok szállítottak? Igen, vigyél fel 10 kilót az intenzívet. Nem, hólapát nem. Van kedves uram, most végül is mi szolgálhatok? A becsípődésem. Mutassa! Na, a becsípődését mutassa itt nekem, hanem a tajszára. Na jó, magának nincs tajszára. Hát ez így nem fog menni, pillanatilag elmegy. Haló? Szent Anna kórház? Itt Szent Benedek. Te vagy Dezsőkért. Van már hasva? Nagyszerű, akkor küldjétek. Nem nektek van hasfalatok, hanem a Szent Jánosnak? Nekünk az is jó. A Szent János csak akkor adja hasfalat, ha kapért a katétet. Nekünk katéterünk mi? A kacsa nem jó? Üvegkacsa, várjál, de sőként berendezzük a dolgot, hívom Béluskát. Aló, Szent László, szevasz Béluska. Adjatok kölcsön 2 katétert. Mit adunk érte? Infúzió, sóoldatok, van, semmi már.
nektek értágítót kellene. Na várjál, ha a Szent Lászlónak szerzek értágítót, átküldesz a Szent Jánosnak két takétert, mi megkapjuk aszfalt a Szent Annán. Szent Margit, személyesen? Csókolom Margitben. Nem tudnak is segíteni egy kis értágítót? Most küldött két kartonnal a Szent Antalra. Nem maradt még egy kicsi. Adunk érte gipszkást. Na figyeljen Margit tovább. Küldj át hozzánk a Szent Benedekbe az értágítót, mi tovább küldjük a Szent Lászlóba, ők adnak katétert a Szent Jánosnak, és a Szent Anna szállít nekünk hasfalt. Igen, persze, ha marad belőle, adunk a Szent Kútvölgyek. A Szent Korvilla, persze, hogy nem minden. Magával mi a hol is hagytuk abban? A Bencsi küldésen. Ugyan megtalálta a tajszába, ugyan. Na mennyi az? 4 7568, mínusz pi az ötödike, ez annyit jelent, hogy az ortopédián kap egy sorszámot, délután 14:30, jó, nem mára, nem mára, 1999, március 26-án, ember értse meg, hát nincs hely. Én be szeretnék feküdni, hát a becsípődésem iszonyatosan fáj. Iszonyatosan fáj, nem látja milyen bolondok állam, mire akarom befeküdni? Nincsen csendes. 2-4-ig a betegek takarítanak, miután megfőzték az emlék. És minden nap kötelező a rátogatás. Rokonok bejönnek, etetnek, itatnak, mostatnak, ágytalanak. Tudja hány ápolónő van nálam? 2, abban az egyik fekvőbeteg, a másik véna. Mind a kettő sztrájkol. Nem, műteni nem műtenek a betegek. Csak adogatják a szívét. Jobb lenne magának otthon. Ott legalább fűtett. Le lehet húzni a vécét. Itt akar feküdni a hideg folyosón. Tudja milyen húzat van itt, mióta nincs abban? Mérés, mérés. Odattuk, eldobhatok, injekciós tűjjel egy picsóra. Ember, én jót akarok magának. Menjen haza, feküdjek egy becsípődésre. Pillanat, villogi erre. Haló? Professzor úr, tiszteletem. Felvágta a beteget, de nincs terén gumikesztő. Jó, mindjárt intéztem. Jolánta néni, ugorjon le a patikába, és vegyen a professzor úr kezére gumikesztőt. A páciens koponyája megvan, lékelő, bele akar turkálni. Menjünk, vegyen, dehogy egy párat, csak egy jobbost, hát jobb keresztül. Magával mi van? A becsípődése. Jó, persze, hegyen ragaszkodik, mutassa a bemutatói vonalkúrját. Jó. Pillanat, villog jelző. Haló? Jolánka néni? Na mi van? Nincs gumikesztő. Akkor menjen át a drogériába, és vegyen a professzor úr kezére 5 ószer. Mindegy milyen színű, csak hozzon róla áfás szám. A becsípődésem iszonyatosan fáj, és már mellette is becsípődik. Jó, persze, ha ennyire ragaszkodik, én felveszem a kórházat, majd aztán meg nem állni. Pillanat, csak oda köszönök az örömmel. Annyisten Józsi bácsi, milyen jó megy már azon a mankóban. Hallom, milyen vázista, véletlenül a jó lábát vágták le. A beteg dáva viszont szépen gyógyul. Józsi bácsi, a szobatársának át kéne adni egy üzenet. Prof. azt üzeni, tudja a kopasztalátani meg. Le kéne vágni mindkét lábát. De már jó hírem is, szereztem levőt a papucsát. Én mindig a becsípődés. Mielőtt elintézünk itt a forvaságokat, kiadom a menetlevelet a rehabilitációs részlet betegeinek. Emberek, maguknak szükség van gyógytornára mozgásra. Kikacognak a miskolci jegyekbe és begyűjtik a napi gyógyszeradagit. Gyűjtsenek állni szélhajtóra, basalizomot, emésztési zavarokra, borókát, izületi bártalmakra. Sok-sok csirke vagyok, mert már C-vitaminus így. Aki a legtöbb gyógyfüvet gyűjti, az kap egy extra bentést a megyes rosszat. Magával mi van? A becsípődésem. Jó, ha ennyire elszállt, én felveszem a kórházon. Mi a foglalkozása? Hogyan? Hogy csak, hogy attól függ, hogy hova kerül. Ha például vízvezeték szeret, akkor az intenzív, mert a tetefúta folynak a csövet. Ha tető felé, akkor a kettes belőle, mert az ázinkban a legjobb. Ha villanyszerelő, akkor a bőrgyógyászatra, mert a tapukóta nem még a villany. Ha vezetőbeosztású, akkor maga fogja tologatni a kereke sorban. Klasszika filológus felé. Szóval nem ért semmi ez. Ha van a magaszállal, hogy szabad álljon lenne a proszektúra.